Üdvözlöm a nézőket! A Szubjektív külön kiadásának témája a Nemzetközi Nőnap diszkrét bája. Minden évben március 8-án ünneplik a Nemzetközi Nőnapot, amely különleges alkalom arra, hogy ünnepeljék, észrevegyék a nők társadalmi, kulturális, politikai résztvételét. Vendégeim Pap Éva, szegedi írónő, Friedrich Gertrud színésznő és Pámer Csilla színésznő. Mi fogjuk körbejárni a nőnap alkalmából a nő a ma korszakában alcímet viselő műsort, és ennek a műsornak a témáját. Nem tudom, ti hogy vagytok magával a március 8-ával, én nekem mindig kettős érzéseim vannak, vagy voltak ezzel kapcsolatban, mert hogy egyrészt igazából egyfajta múltbeli emlékek küzdelmét őrzi, és respekt, mert attól vagyunk itt, és attól tehetjük ezt, amit szüfrazsettek, és még előttük levő nők kivívtak. De hogy közben, hogy lehet ezt jól ünnepelni? Mennyire kell erőteljes hangsúlyt helyezni rá akár? Tehát, hogy nem tudom, hogy ti hogy vagytok ezzel. Igen, érdekes, hogy nincs férfi nap, de talán ez a hagyomány így egy kicsit tényleg arra. Hát mert hogy minden nap férfi nap amúgy, de hát van egy nőnapunk. Ja, igaz. Érted? Igen, igen. De mondjuk erről tényleg érdemes elgondolkodni, már mondjuk ez miatt is jó, hogy mi itt összejöttünk például, és erről beszélgetünk, de hogy elgondolkozni azon akár mindenkinek saját magának, hogy mit is jelent az, hogy nő vagyok, vagy hogy nekem mit jelent ez, vagy miért érzem magam ettől jól, vagy rosszul, vagy... És te meg tudod fogalmazni? Nem. Egyébként, de ahogy készültünk a műsorra, beszéltünk itt a lányunkkal erről, hogy felvetődött a kérdés, és hogy én két napig ezen gondolkodtam, de nem tudtam megadni rá a jó választ, vagy így egyből nem sikerült megadni. Visszatérhetünk erre is, de ugye azzal kezdted, hogy ünnepeljük-e, vagy hogy nem tudom nálatok Magyarországon mennyire dívik ez, hogy ünnepelni a nőket március 8-án. Mi, amikor még elemi iskolások voltunk, középiskolások, akkor nagyobb divatja volt ennek. Mindenkinek a padján ott volt igen, a kis ajándék, vagy legalábbis nálunk az osztályban. Hát igen, és akkor még abból a korból nálunk még így szekvűt kaptunk, és valamitől nekem ez annyira rossz élmény, vagy rossz emlék, hogy nem szeretem azóta se a szegfűt, se ezt a március 8-át valamitől. Egyrészt úgy élem meg, hogyha egy férfi kollégámtól virágot kapok, hogy hát jó, hát lehet nem is kellett volna, de valahol meg jó érzés az, hogy mégis gondolt rá, mert az mégiscsak egyfajta tisztelet. És én a nőnapról azt gondolom, meg a nőiségről, hogy ahhoz, hogy nők legyünk, ahhoz kellenek a férfiak is. Lehet, hogy éppen tőlük vagyunk ideális esetben jól. És fordítva is. És nem tudom, hogy egyébként mennyire érdemes, hát akár nőnapkor, akár születésnapkor, jeles alkalmakkor összekeverni a stílust a szándékkal. Tehát, hogyha valaki tiszta szívből szegfűt ajándékoz, az vajon kisebb érdemű-e, vagy kisebb érdem-e, mint ha valaki stílusosan egy orchideával érkezik, vagy kinek mi. Én sajnálom, hogy a szegfű különben szerintem sokak fejében így van, hogy így jaj, a szegfű az egy ilyen olcsó virág, vagy nem egy ilyen nemes növény, vagy nem tudom. Nekem meg pont szép virág a szegfű, és úgy sajnálom, hogy szegény így hátraszorult. És én teljesen ki vagyok békülve azzal, ha nekem valaki szegfűt ajándékoz, de engem valami rossz érzés fog el egyébként, valami furcsa érzés így nőnap alkalmával, hogyha virágot kapok. Mindig úgy érzem, hogy... Mintha teljesítettél volna érte. Vagy mintha nem érdemel, vagy hogy most miért? Most csak azért, mert annak születtem, hogy én most épp nő vagyok. Ez de... hogy van a színházba, Csilla, egyébként? Igen. Tehát színésznőnek lenni, és kérdezem ezt Gertrudtól is, a színész női minőséget megélni a színész kollégákkal és a műszakkal, akinek nagy része férfi. Szóval, hogy tapasztalod, hogy lehet ezzel játszani, hogy lehet ezt megélni? Amikor én a Népszínházhoz szerződtem, akkor nekem azt mondták, hogy ugye tudod, hogy a nőkre kisebb szükség van, mint a férfiakra. És akkor én nekem ez nagyon furcsán esett, hogy jó, de hát akkor miért vesznek fel, ugye? És ennek ellenére, tehát a mi osztály összetételünk 3 fiú és 1 lány, tehát
ott is én voltam egyedüli lány, de hogy mégis engem vettek fel elsőre, aztán jöttek a fiúk is, meg minden, de hogy úgy érdekes volt nekem ezzel így szembesülni, hogy ezt így valaki kimondja. És aztán mégis kaptam szerepeket, hál' Istennek így alakult, ahogy alakult. Nem is kicsike. És azért nagyon hálás vagyok, de hogy tényleg van mindig egy ilyen megfogalmazás, hogy kire van nagyobb szükség, vagy milyen darabok vannak inkább nőkre írt, férfira írt darabok. Mit kell kivívni nőként a színházban? Ki kell-e bármit is vívni? Például női rivalizálás van-e? Hál' Istennek én nem tapasztalom, a gyerekszínházban ilyen nincs, mert hogy mi adott esetben egy előadás folyamán több szerepet is eljátszunk, és ott akár férfi szerep, női szerep, sokszor nagyot, igen, bármilyen figurát el lehet játszani. Nálunk nincs különösen ilyen, hogy ez a női szerep, vagy ez a férfi szerep, mi mindent játszunk, egy adott előadás közben több szerepet is. Én igazából nagyon szerencsés vagyok, mert nagyon jó csapatunk van, és rivalizálás az, hát én nem veszem észre. Neked ki kellett vívni valamit nőket? Én mindig azt gondoltam, hogy ha teszem a dolgom, akkor az majd előbb-utóbb valami, vagy elismerik, vagy rájövök arra, hogy nem kell ezzel foglalkoznom, de úgy nem éreztem soha ezt. Mindig támogatólag tekintettem, és mindig támogatást kaptam a kollégáimtól. De inkább azt gondolom, hogy ilyen karakterbe beskatujázások létezhetnek, főleg mondjuk olyan színésznőknél, akik nagyon nőiesek, őket a nagyon nőiesek szerepre kategorizálják be. Én szerintem pont ilyen közt vagyok valahogy, hogy kicsit tudok ezt is játszani, azt is játszani. De igen, van, tehát a drámairodalom az, ami inkább meghatározza, hogy tényleg több a férfira írt nagy szerep, mint nőre talán. Irodalom. Éva, te sem olyan pályán mozogsz, ami egyértelműen a nők területe, hiszen az íróvilágot, ha nézzük, akkor hát hangsúlyosan a férfiak kapnak benne szerepet. De ezt hogy éled meg? És most, ahogy így fölhoztátok a témát, az jutott eszembe, hogy úristen, hogy mennyit foglalkozom én a férfiak lelki világával akkor, amikor írok, és nem tudom, hogy ez lehet, hogy bennem valamiféle egyensúly is, mert tőlem mondjuk a feminizmus az eléggé távol esik, mert lehet, hogy szerencsés vagyok, hogy egy olyan közegben élhetek, vagy létezhetem, ahol nincs szó sem női rivalizálásról, és ezért valahogy próbálom az egyensúlyt, és az én női lelkemen és gondolkodásomon keresztül megmutatni a férfiakat is, de ez mindenféleképpen úgy van, hogy hogyan fonódunk mi össze, ők és mi együtt. Egyébként én nem tudom ti, hogy érzitek, de az a szó, hogy feminizmus, vagy feminista hozzáállás, hogy én nekem ez nagyon elkopott, vagy értelmét vesztettem ma itt 2024-ben számomra, vagy egyre inkább távol kerül, mert hogy mit kellene még kivívnunk, vagy mitől kéne meg így mibe kéne még így beleállni nőként, tehát hogy... De egyébként én azt tapasztalom, hogy ez a téma azért nagyon is élő, és nagyon érdekes, hogy volt egy beszélgetés, egy író-olvasó találkozóm. Én kérdeztem az írótársnőmet, és a fölmerült ez a téma, és egy férfi így felnyújtotta a kezét, és azt mondta, hogy de mondja meg, hogy mit szeretne. Tehát a feminista nő, hogy mondja már meg, mondja ki konkrétan, hogy mit szeretne. És akkor én is így arra gondoltam, hogy az egész, ez egy annyira lehet, hogy tényleg ilyen nyűglődés, hogy akkor mondjuk meg, hogy mit akarunk. Így van, mert hogy ugye nagyon, nagyon összemosódnak ezek a határok, hogy mi az a, most nem használom ezt a feminista kifejezést, hogy mi az, amit mai modern nőként otthon megteszel, a munkahelyen megtesz, úgy egyáltalán, ahogy éled az életedet. És hol állsz meg azon a mesdjén, ahol viszont kényelmesen hátradőlsz abban a tudatban, hogy te nő vagy, és veled nőként bánnak, és te meg nőként viselkedsz, és mi az, amit megengedett, hogy segítsenek mások, pont azért, mert a gyengébbik nem vagy. Tehát, hogy mi ez a megengedés határa, és mi az, amiben nagyon... Jó szó ez a megengedés, mert annyira sok mindent tudunk már, akarunk, és képesek vagyunk mindenre, hogy elszalad velünk a ló. Ezt saját példámból tudom, hogy mindent is meg tudunk oldani, és aztán azt látja a férfi, hogy megoldotta a nő, tehát rá nincs szükség. És akkor kell egy kicsit átgondolni,
a hozzáállásunkat, és meg kell engedni azt, hogy ő segítsen, ő ott legyen, ő akár megoldjon valamit helyettünk. Be kell egy kicsit húzni néha a kéziféket. Meg kell engedni. Igen, most egyébként ezt mondom a saját élethelyzetemből táplálkozva jutott most eszembe az, hogy ugye most szültem meg nemrég a kisfiamat, és otthon voltam vele elég sokat, meg ugye előtte sem már nem vettem részt új produkciókban, mert már mindenki tudta, hogy majd rám nem lehet számítani egy évig. És akkor egy idő után tényleg azt éreztem, hogy milyen jó a páromnak, mert ő most így megy mindenfelé, én meg ugye otthon vagyok, ami csodálatos, meg nagyon élvezem, meg imádom a gyerekemet, de hogy mégis éreztem azt, hogy jó, most akkor én nekem itthon kell ülnöm, ő meg ugye sokkal jobban mehet. És itt éreztem először azt, hogy nőként, hogy nekem most ez a feladatom, hogy most én itthon legyek, és a háztartást is vezessem, és nagyon élvezem ezt a szerepkört is, de ideig, óráig azért én is szeretném most már a szárnyamat bontogatni, és egyébként nagyon jól is esik, hogy itt lehetek. Mert egyébként most pont ennek apropóján, pont azért, mert frissen kisgyerekes anyuka vagy, és nagyon közeli az élmény, az előtte és a most előtte-utána élmény, hogy te érzed egyébként azt, hogy hát, hogy áldozatot hozol, akár olyan értelemben, hogy nem vagy többet a gyerekeddel, mert dolgoznod kell, vagy fordítva, hogy a gyerekeddel kell lenned, holott elvállalhatnál még munkákat. Igen. Tehát azt, igen, visszás, mert amikor meg picit többet vagyok távol az otthontól, meg a gyerektől, akkor meg már hiányzik, és már így vele lennék. De ugyanakkor, amikor túl sokat vagyok vele, akkor meg azt érzem, hogy jó, de kell nekem a töltődés, kell a munka, kell az, hogy kiteljesedjek, kell az, hogy emberek között mozogjak, hogy a munkámmal foglalkozzak, hogy én is önmegvalósítsak, mint a férfiak. És akkor pedig, hogy ott kiteljesedhessek, és aztán újra vissza tudjak menni abba a szerepkörbe, hogy otthon vagyok, és a gyerekemmel vagyok. Nem tudom, ez egy nagyon-nagyon érdekes dolog, de nagyon jó megtapasztalás, és szerintem engem például nagyon megerősített a nőiességemben, vagy a magabiztosságomban, vagy valamit adott azt, hogy én anya vagyok, és most már így van egy ilyen hátterem inkább ez. Egyébként a női mintát, a nőiességet az anyukátoktól lekoppintottátok? Nyilván tudatalatt igen, de hogy vannak tudatos részei is ennek? Hozzátok a családból? Én nem vettem észre magamon. Inkább nekem hosszú idő kellett ahhoz, hogy megtaláljam önmagamat, hogy hogyan öltözködöm, sminkelem, hogyan jelenek meg hétköznapokban, hogyan érzem magam jól, és ez egy ilyen hosszú, fáradtságos folyamat volt. Körülbelül olyan 40 éves voltam, amikor úgy éreztem, hogy na, most már nő vagyok, és hogy jól érzem magam a bőrömben. De előtte mit éreztél, vagy miben voltál bizonytalan? Hú, hát egy csomó problémám volt mindennel. Testemmel, az arcommal, és ezek mind olyan benyomások eredményeként jöttek elő, amik egy-egy megjegyzés, amit én úgy könyveltem el, úgy fogtam fel magam, vagy úristen, velem van a probléma, és akkor ugye egy ilyen jó hosszú időt kellett magamon dolgozni, hogy elhiggyem, hogy ez nem így van. Vagy például a mosoly az arcomon, tehát az egy ilyen, az annyira belém égett, hogy 18 évesen elmentem egy állásinterjúra, és megkérdezték, hogy miért mosolygok. És onnantól, nem tudom, én 10-valány évig egyszerűen úgy mentem, hogy akkor most nem szabad mosolyognom. Pedig nekem a mosoly az egy ilyen teljesen természetes dolog, tehát egy alapállapotom. Hát meg aztán azt gondolom, hogy nem sok nőiesebb dolog van a világon, mint ha valaki mosolyog. Tehát, hogy, de nyilván nem a mesterséges mosolyra, vagy a mesterkélt mosolyra értem, hanem amikor őszintén jön a derű, sárad a derű valakiből. Igen. Szerintem meg mindannyian, amikor még ugye kislányok vagyunk, látjuk az anyukánkat, és felnézünk rá, de aztán, amikor múlik az idő, akkor megpróbálod, hogyha már elég éretten tudsz hozzáállni ehhez a dologhoz, megpróbálod ellesni tőle a jó dolgokat, és még valamit még építkezni, mert hogy nyilván az is a feladatunk, hogy azért valamivel többek legyünk az őseinktől, tehát hogy azért fejlődjünk valahogyan.
Én nagyon szeretem például azt magamban, hogy erős vagyok, határozott vagyok, de sokszor azt mondja az anyukám, hogy nem hiszem el, hogy te mennyire gyönge vagy bizonyos területeken. Közben meg azt gondolom, hogy sokkal erősebb vagyok, mint ahogy azt nem tudom én, ő esetleg gondolná. Aztán meg olyan területen látom hiányát, ami meg benne van az én természetemnek, hogy így úgy érzem, hogy én erre sose lennék képes. De ez jó, hogy így összetudod hasonlítani, hogy ő hol tart, és te hol tartasz, és hogy jó lenne egy kicsit még összeszedni azt a tulajdonságot, ami az ő legjobb tulajdonsága. Hát én, nekem van ilyen emlékem, hogy 5 évesen nagyon jól megtanultam, hogy kell nőjesen járni. Az anyukám őrült magas tűsarkú cipőjében, mert hogy az anyu tőlem alacsonyabb volt, jóval, és ő magas sarkút hordott. És én nekem ez nagyon izgalmas volt 5 évesen, és szerintem el is törtem néhány sarkat. De hogy hiába tanultam meg, mert hogy megnőttem 175 centire, és aztán, ha meg felveszek ehhez még egy magas sarkút, akkor a legtöbb férfi a fülemig ér, és ez nagyon rossz érzés. Igen, mindig erről beszélnek, hogy pedig a magas nők, de úgy látszik, hogy nektek is vannak olyanok, amik... Nem, mert hogy hát lehet, hogy egyébként ez mindig ez a szomszéd hülye, mindig zöldet, ja, képzavar, mindenhol érvényes, mert tehát pont a magasságból kifolyólag, ugye a nőiesség az, hogy oda lehet bújni a férfihez, a kis hónaljához, a vállához, nem tudom, el lehet veszni a többiek. Hát egy magas nőnek nem lehet elveszni, ritkán lehet lehajolni, hogy oda... Tehát, hogy egy csomó minden nem lehet úgy természetesen megcsinálni, ahogy az ember gondolná, ránézel egy nőre, és ó, milyen magas, és látványosra lehet vonulni. Hát igen, csak az bizonyos helyzetek. Kimerül, és ott a kezdre pont. Visszatérhetünk-e arra a témára, hogy miért szeretünk nőnek lenni? Térjünk. Uh-huh. Hogy nehéz volt, ugye arról beszéltünk, hogy nehéz ezt megválaszolni. Én úgy éreztem, hogy talán találtam egy ilyen fél választ rá. Nekem azért jó, mert jó, lehet határozottnak lenni, de viszont lehet gyengédnek is lenni, és most a mostanában az én élethelyzetemben azért érzem magam jól a női bőrömben, mert lehet törődni valakivel. Mert, és ez valószínű most a legjobban te érzed ezt, hogy amikor gondoskodni lehet valakiről. Talán ez egy ilyen ősi, ösztönös tulajdonság lehet, és hogyha ezt meg lehet tapasztalni, nekem talán ez az, ami... Uh-huh. Éva? Én meg azt gondolom, hogy a mai világban mindegy, hogy ki mit mond, jó nőnek lenni, hogyha visszagondolok arra, hogy voltak a történelemben olyan időszakok, amikor nagyon nem volt jó, tehát amikor sokkal-sokkal rosszabb volt. Tehát ahhoz képest ma, hogyha így elképzelem, bármit meg tudok csinálni. Tehát tudok szabadon szakmát, tudok lenni cégvezető, tudok tanulni, tehát ilyen formán nyitott a világ, és nagyon sok minden rajtam múlik, hogy mit szeretnék, akarok, tudok megvalósítani. Úgyhogy szerintem így klassz. A párválasztáson egyébként nálad, Csilla, nálad mekkora szerepe volt annak, hogy volt-e olyan férfi képed, vagy apa képed, akihez hát valahol mérted a párod, vagy aki mellett úgy tudtál nő lenni, és olyan tudtál lenni, hát te magad tudtál lenni végül is. Hát nekem ez a társ fogalom volt bennem az első, akivel olyan csapatot tudok alkotni, hogy a mindennapokban a saját eszmefuttatásaimban partner legyen, hogy a mindennapokban partner legyen, hogy tudjak mellette meg vele együtt gondolkozni, meg létezni. Tehát nekem inkább ez volt, ez az együttes dolog volt, együtt tudjak vele mindent csinálni, amit én szeretek, azt ő is, és így tovább, hogy valahogy így kiegészítsük egymást. Nekem így a szüleim példájáról, most így ez visszakapcsolva, mert nekem az így nagyon motoszkál a fejemben még az, amit ugye elmondanék, hogy tényleg nagyon fontos az, hogy ápoljuk magunkban ezt a nőt, külsőleg is és belsőleg is, és hogy amit én édesanyámra én nagyon büszke vagyok arra, hogy még mindig
60x évesen ad magára, és szép a haja, és meg tud jelenni, és nem slampos, és igenis foglalkozik azzal, hogy lép ki az utcára, mondjuk. Nem viszi túlzásba, de tart egy mértéket, és szerintem ez azért fontos, hogy az ember ne hagyja el magában ezt az érzést, hogy ő nő, se külsőleg, se belsőleg. És szerintem ez a párkapcsolatban, a házasságban, a bármiben is nagyon fontos, hogy ne adjuk fel azt, mert ez bennünket is többé tesz, meg motivál, meg ad egy tartást, ami szerintem a mindennapokban nagyon fontos, hogy ne veszítsük el a magunkba vetett hitet. Akkor még csak ha a zárásképpen annyira lesz időnk, hogy van-e bennünk szerintetek nőkben, a női társadalomban olyan előítélet, ami arra vonatkozik, hogy vajon vannak-e olyan szakmák, vannak-e olyan területek, ahol mi magunk is azt mondjuk, hogy hát talán ezt nőne. Tehát, hogy nőként például, ezt mondom, miért mondom, vezető beosztásban vannak nők, akik előtt respekt, kevesen. Tehát, hogy valahogy az autoritás, az nekem férfi minőség. Például. Nem tudom, hogy érzitek-e. Például elmegyek az orvoshoz, és egy férfi orvos doktor, vagy egy doktornő, és szerintem a doktornőnek kétszer annyit kell tepernie, hogy ugyanúgy bízzak benne, mintha eredendő. Nem tudom miért. Valószínű, hogy az autoritáshoz van, hogy talán tudja a szakmát, tehát férfi. Tehát, hogy pedig ugyanúgy nyilván a nő lehet ötször jobban. Nincs ez így persze levezetve, teljesen logikátlan. Azért vannak férfi szakmák, és vannak női szakmák, például a technikai dolgokban biztosan, hogy ügyesebbek, és csinálják ők, a férfiak, tehát hogy nem kell nekünk azért mindent csinálni, tehát hogy tényleg meg kell húzni a határt, nem kell mindenhez is értenünk. És vannak olyan szakmák, amiket meg inkább nők csináljunk, nem férfiak. És azt nem tudom, hogy melyik pont. Én meg azt gondolom, hogy a vannak szakmáknál, azok, amelyek erős, nehéz fizikai munkát igényelnek, ott hagyjuk a férfiakra a dolgot. De ugyanakkor például beugrott, ahogy mondtad, férfias szakma, mondjuk az építész, és a világ egyik leghíresebb, legnevesebb építész, ez a Hadidő, például nő, és eszméletlen csodás építészeti munkái vannak, le a kalappal, férfiakat meghazudtolóan, de én azt gondolom, hogy az okosság az nekünk is ugyanúgy lehet erényünk, mint a férfiaknak, és akkor ebben bízzunk. Szerintem itt igazából ti kivételek vagytok, vagy hát akár mindhárman, hiszen a ti munkahelyeteken, akik körülölelnek titeket, vagy körülvesznek titeket férfiak, március 8-kor körül is ölelnek, akkor tehát, hogy ők viszont szenzitívebbek az átlagnál. Tehát színész ember a lelkéből táplálkozik, író ember a lelkéből táplálkozik. Tehát egy picit talán az érzékenyebbik oldalát ismeritek meg, vagy tapasztaljátok, nem? Igen, meg én azon is gondolkoztam, hogy például nagyon sok nő vagy női foglalkozást űző ember, nő, hogy nagyon sok helyen erre nem, tehát egyáltalán nincs számba véve ezt, hogy valaki nő. Például egy piacon egy árus nőtől például hányszor kérdezik meg, hogy érzi magát, mint nő. Egyszer se. És hogy azért a mi szakmánkban mégiscsak foglalkozunk ezzel, picit könnyebb erről gondolkodni, vagy ezt a nőiességet ápolni magunkban, mint mondjuk más szakmákban. Abban azonban gondolom egyezünk, hogy az egyenjogúság kivívása óta hát nagyobb falatot haraptunk az almába, mint a igen. Ténylegesen sokkal több dolog van egy 24 órába, és sokkal több mindennek, és szertágazóban meg kell felelni talán, hogy ezt így le lehet szögezni. Én köszönöm szépen, hogy itt voltatok, vendégeim voltatok, és köszönöm, hogy erről beszélhettünk. Azt gondolom, hogy a nőnap az több, mint egy egynapos világnap, és hát igen, legyen minden nap nőnap, és már csak amiatt is, hogy nekünk nőknek, és ez eszünkbe jusson, hogy igen, attól maradjunk érzékenyek. Köszönöm szépen, hogy velünk tartottak, viszontlátásra!